40 őszén ott bent talált a bécsi döntés, mint román ásós detachamentul Trace Supportor, tehát 13-as ásó ezreddel fent Csernovic, Kisinov, azon a vidéken ástuk a tankcsapdákot az oroszok ellen. A Prutvizén át jöttek az orosz kétéltű tankok, úgy átúztak a vizen, mint ahogy egy liba vagy egy kacsa tenné, és az inneparton kijöttek, és nekünk integettek, hogy mars, mars, pucoljatok, pucoljatok innen, és a román ezredesünk, és a főhadnagyunk, és a századunk szaladt velünk. A II. Világháború átrajzolta Kelet-Európa térképét is. 1940. június végén a Szovjetunió megszállta Besszarábiát, két hónappal később pedig Románia az északkeleti részek után újabb területet veszít, Észak-Erdélyt. Legfőbb hadurunk Magyarország kormányzójának parancsára most tűzik ki honvédeink a magyar lobogót a Tölgyesi és a Békási szorosokban, ezredéves határunkon, amelyeket az Úristen maga jelölt ki nekünk. A második bécsi döntés értelmében Erdély kisebb északi részét 1940. augusztus 30-án csatolták vissza Magyarországhoz. Ez az esemény a román királyi hadseregben szolgáló észak-erdélyi magyarok ezreinek sorsát is megváltoztatta. A román kapitány biztatott, hogy maradjak ott, mert rangot adnak, és zsoltot adnak, és étkezést adnak, hogy zajoljon le a nagy dolog, de hát egy olyan embernek, aki ilyen körülmények között van, ígérhetik az égről a csillagokat. Az se kell, a hazamenet el kellett, a hazajövet el kellett. A keleti Kárpátok szorosaiban a honvédség hegyi felszerelésű és kiképzésű határvadász zászlóaljakat állított fel. Az elit gyalogos alakulatnak számító magyar királyi 21. székely honvéd határvadász zászlóalj felügyelte a Tölgyesi és Békás szorosokban húzódó határt. Nagyrészt a Gyergyói medence katonaköteles fiai kerültek a 21-esek soraiba. Gyergyó Tölgyesre települt a zászlóalj parancsnokság és a közvetlenek. A zászlóalj két lövész százada pedig Gyergyó-Békásba és Borszékre szállásolt be. Az Árpád vonal erődjeinek megépítésével 1941-ben négy úgynevezett erőd századot szerveztek az átjárók védelmére. Édes emőkém, 21-es határvadász leszek. A jóisten rendeltetésének köszönhetem, hogy őseim után énes belé búhatok a magyar katonaruhába. Felszabadultunk. Édesapám már az első világháborúba is oda tette magát. Most úgy néz ki, én jöttem sorra, és készen es áll. Mindjárt aztán bérukkolunk Tölgyesbe Andrissal, Imrével s a többi remetei betyárral. Távol leszek tőled, de tudom, te is büszke vagy rá. Esik eső, szép csendesen esik, tavasz akar lenni. De szeretnék a babám ölibe rózsa bimbó lenni. Nem lehetek én rózsa, elhervaszt a katonaruha, a Tölgyesi 21-es határvadászka szárnyába.
Az volt a katonai vezetésnek az elképzelése, hogy ehhez a zászlajhoz, mint a többi ugyancsak Székelyföldre helyezett határvadász zászlajhoz, helyből vonultassák be az ott élő székely fiatalokat. Ennek alapvetően praktikus okai voltak. Egyfelől az a hagyományos kötelességtudás, tisztelettudás, amely jellemezte a székelységet, valamint a vidéknek az ismerete, azok a hosszú évszázadok alatt berögzült ismeretek, amelyek a mindennapi élethez szükségesek voltak, azok között a szélsőséges terep és időjárási viszonyok közepette. Ezek tették azt szükségessé, hogy ezeket a katonákat ezekbe a zászlajakba vonultassák be. Vagyunk, 43 ősin, október 4-én vérokultam Tőgyesre. A 21-es zászlajnak ott volt egy nagy fegyverműhelye, és engemet a századtól elvezényeltek oda, hogy legyek fegyvermester. A századnak ugye szüksége volt, aki írt a fegyverletét. Ott volt egy törzsőrmester, egy anyaországi törzsőrmester, aki értette a mesterséget tökéletesen. És aztán amellett még volt egy szakaszvezető, és még volt egy tízredes, és állandóan a fegyverekkel foglalkoztunk. Bontottuk el, és raktuk össze. És a géppuskákat is. Bontottuk el, és raktuk össze. Sesen, így teltek a napok, s a hetek, s a hónapok. Tőgyesben ott foly le, nem tudom milyen vesztetsz, vagy milyen patok. Kizavartak oda, derékig le kellett vetkezni, vesztelenre, derékig. És a patakban meg kellett mosakodni, hogy azt mondták, a katona úgy erős, ahol hideg vízben mosakodik. Géppuskás voltam. És a géppuskát lóval ittük ki a hegyekre, ugye úgy volt. Kicsi lovaink voltak, úgy mondták, géppuskás lovak. Nyereg volt rajta, a géppuskát tettük egyik felől, és az állványt másik felől, a kicsi lóra, és akkor irány ki a hegyre. Szigorúság volt magyar hadseregben, úgy nevelték a katonát, azt mondták, hogy olyan katona kell lenni, hogyha a frontra kerülnek, állják meg a helyeket, úgy is lett. A ditróiak út, és akkor Csíkdánfalviak út, még másokat is, de hát sokat felhoztak a négyes számú erőszázadhoz. Aztán ott felöltöztettek, és ott kaptuk az alapkiképzést. Aztán hát, vittek fel a Somolyópatak szádához, ott aztán már harcászati gyakorlatokat is csináltak, úgy az egész újonccal együtt. Megtörtént a felesküvés, Miklós napján, Horthy Miklós napján akkor esítettek fel, aztán azután osztottak el géppuskához, páncéltörőhöz, két hova. Esküszünk! Esküszünk! Hogy szent hazánkért! Hogy szent hazánkért! Minden belső és külső ellenség ellen! Minden belső és külső ellenség ellen! Bárki legyen is az! Bárki legyen is az! Mindenkor! Mindenkor! Mindenütt! Mindenütt! És minden alkalommal! És minden alkalommal! Ha kell, életünk és vérünk feláldozásával is! Ha kell, életünk és vérünk feláldozásával is! Vitézül és férfiasan harcolunk! Vitézül és férfiasan harcolunk! Isten minket úgy segéljen! Isten minket úgy segéljen! Amen! Amen! A 21-es határvadász zászlóaj anyaországi legénységi állományát fokozatosan felváltották a gyergyói legények. Azonban a tiszti és altiszti kar esetében erre nem volt lehetőség.
A tüzérütek parancsnoka, Prutkai János százados, győriként csöppent bele a tölgyesi hegyvidéki életbe. Fia ma is féltve őrzi édesapja és a zászlói emlékeit. 1940. szeptember 6-án reggel 7 órakor Ártántnál ezt a kürtöt fújta meg Matolcsi József főtűzér, és indultak meg Észak-Erdélybe a magyar katonák, édesapám és még egy bajtársa vezetésével Nagyváradra. Ez a kürt utána Gyergyó tölgyesre került. Gyergyó tölgyese minden este ezzel fújták a takaródót. Ha valamilyen katonai díszelgés volt, akkor az indult. Tehát ő, ez egy olyan kürt, amely valóban a Gyergyó tölgyesi embereknek a fülében és a Gyergyó tölgyesi katonáknál jelentett valamit. A kürt szó pedig minden reggel 6 órakor felcsendült a tölgyesi laktanyában. Zúgott a Kárpátok hegyeiben, a Kereszthegy alatt, a Honvéd napon és az eskütételkor is. A katonák mindennapjaiban a heti 6 napos, szigorú hegyi kiképzés után a vasárnap jelentette a szabadidőt. A ma már különleges kordokumentumnak számító levelek, versek, szerelmes lírák is ekkor születtek, ahogy ezek a páratlan felvételek is a Zászlóalj tábori színházának előadásáról. A színdarabok, ahogy a karádi slágerek is, üde színt vittek a katona életébe. Jól tudta ezt a 21-esek tüzérparancsnoka is, aki ezért hivatta meg Gyergyó tölgyesre a kor színész óriását, Jávor Pált. A családi emlékezet szerint Prutkai századosnak sokat jelentettek katonái. Édesapám ugye, amikor megnősült, utána egy évvel került az édesanyámmal a Gyergyó tölgyesre. Édesanyám bihari születésű, Nagyváradon született. Nagyon nagy szeretettel emlékeztek vissza mind a ketten. Életüknek az egyik legszebb korszakát jelentette az a másfél év, amit ott voltak, mert valóban olyan embereket ismertek meg, akik szeretetreméltók voltak, nagyon szerették a székely embereket, a székely katonákat, hogy ők mondták a székely fiúkat. El kell menni katonának, ahol a ruhajaj nem jön messzire. Mit kell hagyni a babámat, édesanyám, nincs híre. Arra kérem, édesanyám, vigyázzon a göndörhajú babámra. Menjenek el a templomba imádkozni minden áldott vasárnap. A fizikai teherbíró képesség és ez a sajátos székely észjárás, amely oly jellemzővé és egyedivé teszi őket a magyar emberek között, ez a kiképzők számára egy talán csúnya szóval így lehet mondani, jó katona anyagot is jelent, nagyon jó katonákká lehet őket faragni, hogyha jó kezekbe kerülnek. Ez többnyire így is történt, azonban surlódások is voltak, az anyaországból érkezett tiszthelyettesi, tisztesi, és nem egy esetben a tisztikar néhány tagjával. Mikor szólítottak valakit, akkor újjal ráböktek az illetőre, hogy na, te olába ótott székely. És hát az illető azt magára kellett vegye. Kimentem Zétényi zászlós úrhoz, raportra, jelentésre, hogy kérem, ezt szüntessék meg. Azt mondja, hogy miért sérték át? Nem azok vagytok? Mondom, hogy mi szebben beszéljük a magyar nyelvet, megőriztük, mert ők úgy beszélnek, hogy kaja és pia, ezt a pesti argon beszédet, a kenyér az mit tudom én, hogy mondták, de így, hogy kaja, pia, stb. És hát na, azt mondja, hogy megtisz, kiadta a tiszteseknek, hogy ez szűnjön meg. A tisztesek, igen, na megszüntessük, hegyre fel, mászni, békaügetés.
Tehát a székely határvadász zászlajakhoz bevonult újonc legénységnek szokatlan volt az a modor és az a kiképzési rend, amely jellemző volt a Magyar Királyi Honvédségre. Ez különösen azok számára volt szembeötlő, akik idősebb korosztályú lévén már szolgálatot teljesítettek 1940 előtt a román haderőben is. Ők sok olyan jelenséggel találkoztak, amellyel korábban nem a feltétlen parancsteljesítés, a keménység, de ugyanakkor a vagányság is, ha szabad ezt a szót alkalmazni, jellemző volt, és a parancsnak a teljesítése, a parancs végrehajtásának a megkövetelése az előjáró részéről, ez azt lehet mondani, hogy törvény volt a katona számára. Ebben élen jártak a jutasi tiszthelyettesek, akiket kifejezetten az altiszti pályára készítettek föl, és akikre egyébként nagyon sokat panaszkodtak, nem csak a székely újoncok, hanem az anyaországi katonák is. Azonban ezek a katonák a harctéren bebizonyították azt, hogy nem csak a kincstári bakastílusban jártak élen, hanem amikor harcba került a zászlóalj, akkor mindent megtettek azért, hogy az alájuk beosztott katonákból minél kevesebb essen el, sebesüljön meg, vagy essen hadifogságba. Jó vagyok! A minap megmásztam a görgényi havasok egyik legszebb szikláját, az 1481 méter magas kecskekövet. A kiképzést bírni kell. Tüzelőállás! S esment alaki kiképzés következik. Akkor es, ha es, ha fú. A parancs az parancs. Mán küljelről fúvom a határvadász miatyánkot es, aminek az utolsó rigmusa szent igaz. Ne vigy minket az egyesbe, szabadíts meg minket a futólépéstől, a csukló gyakorlattól, a zászlóaj kihallgatástól, mert a vadász jobban szeret egy nőt, mint száz kihallgatást. Most és mindörökké. Amen. Arra, nézd! Emőkém nagy itt a szigorúság, de álljuk a sarat a táborban. Hónap megyek őrsbe a magyar-román határa. A szakasz létszáma 18 fő. A hegyi felszerelésű határvadász zászlaja kiemelt feladatot láttak el a Magyar Királyi Honvédség életében, mert egyfelől a határok védelmére lettek hadrendbe állítva, ez ugye katonai feladatot jelent, másfelől pedig a határok őrizetére, ez pedig egy alapvetően rendészeti feladatot jelent. Emiatt ezek a zászlóaljak, mivel békeidőben is készen kellett állniuk ezeknek a rendeltetéseknek az ellátására, ezért a hozzájuk hasonló gyalogzászlóaljakhoz képest magasabb, békeidőben is magasabb személyállománnyal és valamivel több gyalogsági nehéz fegyverzettel voltak ellátva. A portyázó századparancsnokság alárendeltségében működtek a határvadász őrsök. A tiszti őrsök, illetve azoknak a kis őrsei, a természetes átjárókba vezető utaknál, vasutaknál látták el a határszolgálatot, de a 21-esek 1500-1600 méter magasan is járőröztek, hogy fel tudjanak lépni az ekkor igen divatos csempészettel szemben. A határ két oldalán szolgálatot teljesítők viszonyát többnyire a kollegialitás jellemezte, mégis előfordultak határincidensek is. Volt egy újfali madarász Ignácnak hitta. Külön volt őrszem, és a román katona úgy elaludt, hogy horkolt. És ez a buta katona átlésző általános és a puskáját elhozta. Akkor, amikor felébredt, akkor nem volt puska. Bement, akkor a riadót csináltak. Én betelefonáltam a főhadnagynak, Lukács főhadnagy volt a őrparancsnok, betelefonáltam, hogy ne, a puskát elhozta, és mit csináljunk, visszaadjam, és azt mondja, a bíró a puskát adja vissza, mert olyan dolgom van, hogy nem tudok egyáltalán lemenni. Na jó, hát én az őrszemnek mondtam, hogy jönnek az a puskát adom vissza, de féljött az övék a százados, a román százados. Az úgy megdíjtsít minket, adott nekünk 150 pengőt. Azt mondta, lássátok, ezek a katonák nem tű. Aztán olyan